Gondolkodtál már azon, hogy miért van az, hogy egyes drogok legálisak, míg más drogok illegálisak? Azért, mert az illegális drogok veszélyesebbek, gondolhatod. De ez valójában nem igaz. Fontos megérteni, hogy egy drog jogi státuszának nincs köze ahhoz a kockázathoz, amit a fogyasztása jelent. Már a tudatmódosító szerek fogyasztása egyidős az emberi civilizációval, és gyakorlatilag minden kultúra ismert ilyen szereket, az egyes szerekhez való hozzáállás folyamatosan változott a történelem során. Kevesen tudják, hogy amikor a kávé, ami Afrikában őshonos növény, Európába érkezett, számos állam betiltotta és ördögi növénynek bélyegezték. IV. Murád, az Oszmán Birodalom szultánja 1623-ban betiltotta a kávéivást és büntetni rendelte a kávéfogyasztóit. III. Gusztáv svéd uralkodó 1746-ban királyi rendeletet hozott a kávé és tejújás ellen, azok visszaélésszerű használatára hivatkozva. Amikor a dohányt, egy Dél-Amerikában őshonos növényt behozták Európába a 16. század közepén, majdnem minden országban betiltották azt. A pipaszívás szokását nem csak halálbüntetés terhe mellett tiltották, de maga a pápa nyilvánította ördögi szokásnak azt. Innen jutottunk el aztán odáig a 20. század közepére, hogy a dohányreklámokban kisbabák szerepeltek, és olyan orvosok, akik azt állították, hogy az egészséges. Még egy fél évszázadra volt szükség ahhoz, hogy az emberek elhiggyék, hogy a dohány valójában káros az egészségre, és ezért ma az államok egyre inkább korlátozzák annak a forgalmazását. Az alkoholt, a nyugati világ legnépszerűbb drogját 1919-ben szövetségi tilalom alá vonták az Egyesült Államokban. Amikor 1933-ban Roosevelt elnök újra legalizálta az alkoholt, ezt nem azért tette, mert kiderült, hogy az alkohol nem veszélyes drog, hanem azért, mert a tilalom egy nagy fekete piacot teremtett, amelyből olyan erőszakos bűnözők gyarapodtak, mint Al Capone. Nem is olyan régen, a 20. század elején az olyan, ma már illegálisnak minősülő szerek, mint a kanabisz vagy az ópium, még legális forgalomban voltak kaphatóak. Besétáltál egy gyógyszertárba és megvásárolhattad azokat. A boltban olyan üdítőket lehetett kapni, amelyek kokain tartalmaztak, ilyen volt például a Coca-Cola és a Vin Mariani. A 20. század közepére azonban a legtöbb tudatmódosító szer nem tudományos és nem gyógyászati használatát törvényen kívül helyezték. Annak, hogy melyik szer maradt legális és melyik szer tiltották be, semmi köze nem volt a tudományhoz, sokkal inkább a rasszista előítéletekhez. Az első ópiumtilalmat a kínai vendégmunkásokkal szembeni ellenségesség motiválta. Az első kanabisztilalmat a mexikói vendégmunkások elleni gyűlölet. Az első kokaintilalmat pedig az a tévhit, hogy a kokain hatására az afroamerikai férfiak fehér nőket erőszakolnak meg. Az Egyesült Államok alapvető szerepet játszott a saját tiltó drogpolitikájának a világra való ráerőltetésében és az ENSZ kábítószer ellenőrzési rendszer kiépítésében. Ez három ENSZ kábítószer egyezményen alapul, ezek tiltani rendelik az egyes listázott szerek nem tudományos és nem gyógyászati felhasználását. Nem véletlen, hogy éppen az európaiak által tömegesen használt szerek maradtak legálisak, míg a hagyományosan nem európai népek által használt szerek illegálisak lettek. A drogtilalom azonban nem egy sikeres rendszer. A következő epizódban elmondjuk azt is, hogy miért nem. Kövess minket a Drogriporteren, oszd meg ezt a videót a barátaiddal, és lájkolj minket Facebookon.